felveheted a Füles Zsoltivel, mert régen az lennének. Láttad a Vörös Verét című filmet, vagy olvastad a könyvet? Láttam. Ja, abban van az a jelenet, amikor ezzel a bőr lehúzóval kínozzák az igen. amerikai na, kb. Így érzem magam minden egyes alkalommal, amikor ez a bevonuló zene felhangzik. Borzasztó. Elnézést hát kérek nem. a kedves nézőktől. Ízléssel vitatkozik, teljesen fölösleges, mindenkinek megvan a sajátja. Ott a helyszínen tökéletes egyébként. Biztos, hogy jó. Komolyan mondom, hogy inkább lőjenek fejbe, mint hogy ezt a zenét kelljen hallgatnom. Tehát borzasztó. Ennél már csak az a jobb, amikor egy győztes mérkőzés után Derry Görni még elkezd énekelni is hozzá. A port jobban bírjuk. Na de, maradjunk a dartsnál. Tehát ennyit a zenei kitekintésről. Kulcs a muzsikához, az egy másik adás. Érdekes dolog, hogy mindezen által, hogy 6-1 arányban ugye Gabriel Clemens vezet az egymás ellenében. Mindazok mellett, hogy Gabriel Clemens csodálatosan összerakta magát tavaly az év végére, és ugye az utolsó pillanatban kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, ahol játszott. A világbajnokságon egy csodálatosat menetelt, és mindezek mellett, hogy Gabriel Clemens a 19. a világranglistán, Derry Görni a 26. a világranglistán, a fogadóirodák Derry Görnit hozzák ki esélyesnek erre a mérkőzésre. Jó, nem sokkal, mert 1,8 egy Derry Görni, és kerek 2 egy Gabriel Clemens értéke, de ettől függetlenül érdekesség. Nem, annak, aki ezeket a szorzókat kitalálta, agyláza volt, de nem baj, hát ők tudják. Tehát tényleg, hogyha a minden tényezőt figyelembe veszünk, és talán a legfontosabbat kell ilyenkor figyelembe venni, hogy ott van a közönség Gabriel Clemens mögött. Tehát hatalmas erőt lehet abból meríteni, hogy a publikum mögötte áll, és hát tudjuk nagyon jól, bár szerencsére lekopogom, hogy eddig ezen a tornán eddig erre nem volt példa, de azért egy német közönség bármikor nagyon csúnyán bele tud nyúlni egy mérkőzésnek a végkimenetelébe. Volt már erre precedens a tavalyi szezonban, nem is egyszer. Igen. Hát foghatjuk arra is, hogy Kielben hidegebb van, mint máshol, tudod, és hűvösebbek az emberek. Lehet. Lehet. Egyébként nem tudom, hogy Gabriel Clemens profilból nem hasonlít az orosz bandira? De. Ugye? Igen. Csak a bandi jobban játszik. Igen. No, 204-re nézzük a német óriást. Megvan egy tripla 20. Megint igen, és... 180! Ennek most a kassai családnál nagyon örülnek, főleg Bálint. Remélem rajta van a Gabriel Clemens, amit te készítettél. Nagyon neki. Remélem én is, mert láttam rajta, jól áll neki. Na akkor, dupla 12. Megvan első nyillal. 13 nyilas játék. Szűnni nem akaró taps. És jó a folytatás is. 140. Csak nekem tűnik úgy egyébként, hogy Görni, mint hogyha fogyott volna. Hát Clemens mellett mindenféleképpen. Ja, értem. Nem, inkább az lehet, hogy a fekete slankit. Az is lehet. 100 pont. Nem jött most a jó dobás. Csak utolérte az ellenfelét, Clemens. Első az pályán. Viszont nagyon jó Görnitől. Váltani kell 19-re. Nagyon szép. Jó, 137, csodás játék. 129 maradt, kiszállón van Görni. 18-asra. Váltani kell. Vissza lehet menni tripla 20-ra akár. Nagyon jó, 98, 164 maradt. Igen, jobban kínálta magát ott a 20-asban álló nyíl, hogy annak az ütközésével. Ütköztetésével bekerüljön a nyíl a tripla 20-ba. 93-mal, 36 maradt. 164. Megvan az 54. Ó, nagyon magas lett a tripla 20. Szép, 128-al, ugyancsak 36. Még egyet oda. Tripla 9.
Benne van! És azért itt egy-két helyről szorványosan érkezett a fügyszó. De hát azért nagyon bízom benne, illetve, bocsánat, nem csak én, szerintem te is bízol benne, hogy nem ez fogja eldönteni ennek a mérkőzésnek a kimenetelét. Van két fantasztikus játékos, le tudják ők rendezni egymás között. Én mondjuk, hogy a George Noble lenne a scorer, 101, ő rövid utól lerendezi a közönséget. Az biztos. Tavaly többször volt rá példa. Az biztos, egyszer volt olyan, amikor befenyítette a publikumot, hogyha nem hagyják abba, akkor fogják magukat is, nem ennek a színpadról mindenki. Igen. Játékos, igen. Igen. Hivatalos személyzet, mindenki. És lássodát abba hagyták. 99. Egyelőre úgy néz ki, hogy mindenki hátsó pályán érzi komfortosan magát. De most aztán 140. Még mindig jobb helyzetben van Clemens, főleg, hogy megint jön a tripla. Ó, ötös a második. Még jó lehet, így nincsen kiszállón. Egyszerűen már megvan. És hármasba ment a harmadik. Hogy ennyire akarni a triplát. Az már a helyén jó, van. Jó. 140, gyönyörű. Nagyon szép játék. Az elsőlegben 13 nyilas jött össze Clemensnek, ebből 14 nyilas lehet. 100 pont. Azért ennyire nem unalmas a meccs. Nyolcas. Még egy is, akkor a dupla 20. Nem. Fölötte. Tripla 18 a cél első nyilla a Daryl Gurney-nek. Oké, tripla 14 vagy Bull. Bullra ment 17-es, és akkor neki is maradt a 40. Na, még egyet a jó helyen van. Dupla 10. Nincsen. Lehet, hogy valaki megnyeri azt meget, amit kezdett. A csodák már pedig vannak. Igen. Dupla 10. Na, nem kellene. Nem kellene. És azért vannak ott a közönség soraiban többen, akik mutatják, hogy hagyják abba. Igen. Azért ezt jó látni. Túl korán kezdtünk el ülni. Megvan a dupla 10. Megvan a dupla 10. Német óriás nyúl. Oké. Okay. Messzi földön híres német humor. Olyan van. Nincs hát. Na, mondjuk azért Rammstein koncerteken történt már olyan, amin szakadtam a röhögéstől. 180! Mondjuk az meg már a morbid humor kategória, amit jó, a Rammstein művel, úgyhogy... Száz pont. Nagyon szépen ott van kettő. 121. Megint olyan, mint hogyha nem Clemens kezdte volna ezt a leget, hanem Görni. 140. Hátsó nagyon pályán, három nagyon kör szépen viszi le. Nagyon okos a végén. Marad a 167, legalább kiszállón van. 15-ös. Igen. És a dupla 8. Ott van meg benne. Is csinálja. 12 nyilas játék Görnitől. 4 körös. Nem sokat láttunk belőle a mai napon. Hanyadik volt? Negyedik? Negyedik. Negyedik.
Azért ennek is van egy diszkét baj, hogy én ütöm a statisztikát, és én kérdezem meg tőled, hogy hanyadik még. Jó. Úgy veszem, hogy vizsgáztatsz, és igen, akkor próbálok jól felelni. 140. Alul jön. 96. Egyelőre 4 leg, 4 break. Most már tényleg az lenne a meglepő, hogyha valaki a saját kezdését hozná. De most Görni úgy néz ki, hogy magához tért egy kicsit. Begyújtotta a rakétákat első pályán. Majd 96. Jó az a 96-os, csak nem akkor, amikor az ellenfél 140-eket dob. Na, erre most befigyel ötös. Két szektorhiba. Meg egy egyes? Nem. 18-ra váltott. Na és akkor 19-es kellett volna. Lehet is felváltani a 20-asra. Nagyon a szélén dobnak. Ott a tripla. 100. Tizennyolcas. Vissza tripla 20-ra. Most csak 58 sikerült. Bull. Az jó. 11-es és a dupla 16-os. Jó belőle került, de még simán vissza fog jönni arra a dupla 8-ra. Igen, és milyen érdekes, hogy annak ellenére, hogy Clemens nem volt kiszállón, mégis a bullos utat választotta Görni 9-3-nál, nem próbált rá a tripla 19, dupla 18-ra. És benne van. Első alkalom a mérkőzése, hogy az a játékos nyer meg egy leget, aki kezdte. Csak 5 leget kellett várni rá. Tehát. Éjjön, és ezáltal az első alkalom, hogy Daryl Görni vezet a mérkőzésem. 140. Most Clemenszel a feladat, hogy megismételje Görni csodáját, és nyerjen egy saját kezdést. Ha nem szeretné, hogy 2 leges legyen a különbség kettejük között. 45. Váltás. Nagyon szép, ott is megvan a 2 triplás kör. Nagyon szép, 128. Igen. Viszont ott is jön a tripla csarnok elsőre. 140. Szépen viszi a saját kezdését most Gabriel Clemens. Igen, hol van Gary Anderson? Ezt egy páran kérdezhetnénk. Hát nem indult el ezen a selejtezőn. Amint meg elindult, ott meg nem jutott be. Úgyhogy egyelőre még várunk a visszatérésre. Nagyon jó, dupla 12. Gyönyörű! Nagyon szép játék! 11 nyilas játék Gabriel Clemens-től. Ő is dobott egy 4-köröst. Görninek volt egy 12 nyilasa. Ki is teszik most nekünk a legenkénti bontást. 21. És az átlagok is itt vannak. Nem rossz. Nem bizony. Szép, 134. Nagyon jó. 180! Jön a válasz? Nem. 81 mindössze. A mérkőzés felén már túl vagyunk, ez tuti fix, akármennyit játszanak. 140. Szép kerekítés. És Görni egyre jobban megtalálja a tömeget, főleg a saját kezdésében, és ez Clemens számára nem jó jel. 180! Egy 20-as, majdnem 5-ös lett. De ott van a dupla nagyon szépen helyén. Ott is egy 11 nyilas játék. Gyűlnek a 4-körösök. Oh,
134, szép kezdés. De ilyenkor mondhatnánk szarkasztikusan, hogy nyomokban dárcot tartalmaz ez a mérkőzés. Fantasztikus játék mindkettőjüktől. Mind a ketten 98-as átlag felett, sőt, most a Görnynek hozzáadjuk ezt a 140-et, ő már 99,52-n áll. Első 9 színos átlag a 115-95, Clemens sem marad el sokkal, itt kísírják nagyon. Tehát tényleg mind a ketten odapakolják, amit kell. Úgy néz ki, hogy mégsem a Wade van Barneveld volt itt a nagy csattanó, hanem ez a mérkőzés. 128. És hát sajnos az egyik játékostól búcsúzni fogunk. Igen. 83. Kellett a mentő tripla a végén. Kiszálló legyen Clemens. Szívesen szépen dobja most a triplákat, Görni. Kettő is benne. 140. 93 marad. Na nézzük ezt a 144-et. Ne gondolkodjuk túl. Ahogy elnéztem, a fiatal ember Dave Csisznát várja. Az jó, még egy kell. Benne igen, van a dupla 12! Ott van benne, mekkora játék! Óriási meccs! Mindketten 100-as átlag fölött, egy picit jobb Görninek az első 9 színes átlaga. De ez a kutyát nem érdekli jelen körülmények között. Fantasztikusan játszanak! És mekkora játék Clemenstől is, hogy ebben a helyzetben meg tudja oldani a 144-es kiszállót. 95. És egyelőre úgy néz ki, hogy Görni nem törik meg tőle. Ott volt egy tripla a kezdésnél. Na de, mi lesz a válasz rá? Egy triplás válasz, 100 pont. Kvázi egálállás. Nagyon jó a két tripla. 140, kiemelte nagyon a másodikat. Nagyon az is ott van. 140 ez is. És ugye ne felejtsük el, hogy ennek a mérkőzésnek a győztese a torna első számú kiemeltjével, Luke Humphries-zal fog játszani holnap. Hát én Humphries helyében elkezdenék félni. Így nincsen kiszálló Görni. Egy tripla kell. Még most mindig. Muszáj. Benne van. Clemens kiszállón, de azért a 161 nem az egyszerű kategória. Nem is, 168-ról nagyon szépet lehet kerekíteni. De ahhoz kellene a tripla. Nem jött. 112 marad. Így azért még érdekes lehet ennek a legnek a végjátéka. Főleg, hogyha megvan a tripla. Ott van alatta. Vissza tripla 20-ra. Nagyon szép, 24 marad. Na Görni, 112, tripla 20 kell. Igen, 20-as, vagy 12-es, nem, 16-os, és a dupla 18-ra elnyíl. Nagyon messze volt. És ott az esély Clemensnek, és most nagyon nem mindegy ez a break. Fölötte. Még mindig. Fú, ki kell állnia. És nem tudja megcsinálni. A magasság most ugyanaz, csak a másik oldalra. Igen. És most bekapcsolódik. És nézd, de jó ezt látni, hogy többen mutatják, hogy hagyják abba. Nagyon jó! Van! Nem zökkenti ki a fügyszó. Egyes kezdés. Na, aki esetleg az előző meccsek alatt elszundikált volna, erre a meccse borítékolhatóan felébredt. Még mindig mind a ketten 100-as átlag fölött. De egyes. És alul sem jön jó. 39 csak a dobás. Ki tudja használni ezt a hibát, Görni? Egyelőre nem. Váltás. Inkább 17-esre, mint... Nem, 18-asra. Nem, 18-asra. Az se rossz. Ó,
Csak jön az a tripla 20. Kettő is. Nagyon jó. Ezzel még mindig nincsen kint teljesen a vízből Clemens. Kell most Görnitől a segítség ezzel a tripla 1-jel. 20-as. Most levált 15, viszont jön a tripla szépen. 70, 80 pont a dobás. Kvázi egálállás. Annyi a különbség, hogy Clemensnek így mindenképpen kell a tripla, különben nem lesz kiszálló, de 97. Megvan a tripla. Ez most azért rizikó volt, ugye nem véletlenül 2.31-nél azt tanítjuk, hogy 20-19 bull. És kell a tripla Görninek is. Nem jön a tripla! Nincs kiszálló, 134-re 6 nyíl. De rosszkor nem jött neki. 9 pont a kezdés. Nagyon jó. 25-ös. Helyett 7-es. 58 marad. De hát biztos, hogy vissza fog térni. Csak kérdés, hogy mekkora lesz a nyomás a vállán. Hát úgy néz ki, hogy nem nagy. Nem túl nagy. Nem, 57, csak a dobás 130. Na akkor, 18-as. Ott van. Dupla 20. Benne van! És úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés meg is érdemli azt, hogy döntőlegben dőljön el. Amit Görni kezd. Ő nyerte a búradobást még a színfalak mögött. És most első pályáról a második körért, a Luke Humphries-zal való játékért. Nagyon jó kezd, 100-as kezdés első pályán. És kellene a két triplás válasz hátsó pályáról. Egy már ott van. Jön is 140. A kettő! Mi ugyanilyet szoktunk, csak mi 26-ot írunk rá. 100-as megint. Nem rossz a 100, de itt még akár kevés is lehet. Első pályán hasznos, hátsó pályán kötelező. Ez csak viszont 60. Csak 60 a válasz, úgyhogy egál az állás. Nagyon és megint jön a tripla. Második nagyon is. 180! Itt is jön a tripla. Második is. 140! 121 a 161 ellen. Mi meccset játszanak, te jó ég. Megvan a tripla. 11-es. És a bulla végére. A 25 marad! 161-re, tripla 20. Nincsen, nincs. Nem lesz kiszálló. De mennyi marad? 71 marad. 25-re. Kettő mesnyira lehet Daryl Görninek. Egy már volt, azzal nem tudott élni. Most megvan a kerekítő. Dupla 8. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Igazán most Clemensnek kéne megfordulni és csendre intőni a közösséget. Egyébként igen. Őre jobban hallgatnának, mint a lentiekre. Kívül. Belül! Tripla 13. 18. És dupla 20 a meccsért! Nincs nem. Benne! Dupla 4-en, újabb 3 rémálom dobás. Egyetértünk ezzel a felirattal. Igen. Benne van! Megvan. Nem tudott a közönség beleavatkozni kellő mértékben, legalábbis a saját szempontjukból kellő mértékben. Daryl Görni teljesen megérdemelten, és egy nagyon jó játékkal, nagyon jó mérkőzésen, egy nagyon jó játszó ellenféllel szemben végül 6-5 arányban ott van a második körben, úgyhogy holnap Luke Humphries, Daryl Görni találkozót fogunk rendezni, illetve fognak rendezni a helyszínen. Ti meg majd leközvetítitek, Laci. Egyetlen egy találkozónk van vissza. Meglátjuk, hogy ki lesz az utolsó játékos, aki bejut a második fordulóba a két világbajnok összecsapásából. Steve Beaton, avagy Adrian Lewis tud-e kikerülni győztesen. A szünet után megtudjuk.